Csak nem 80 millió forintból újítják fel a Szirmai Miskolci utcát. Az útfelújítás célja, hogy biztonságos módon vezesse át az Y-híd építése miatt megnövekvő forgalmat. Erre kerülhetnek majd az építkezés miatt az autósok. A Miskolci utca felújítása pénteken kezdődik. Felgyűrődött, széttört út Szirmán. A Miskolc-Szirma belterületi főútvonalán lévő Miskolci utca felújítása pénteken kezdődik. A Magyar Közút saját üzemeltetési forrásából költ erre körülbelül 80 millió forintot majd. Valóban a munkák holnap kezdődnek el a burkolat marással. Nem a teljes felületet fogjuk lemarni, hanem az elejét, végét, a kigyűrődött szakaszokat, a buszmegállókat. Az egész felületre 5 centi vastag aszfalt kerül majd. Ez az időjárástól függően jövő hét végére el is készülhet. Utána a patkákat hozzák helyre, és a munka burkolatfestéssel zárul. Az útszakasz még a mostaninál is fontosabb szerepet kap majd a következő időszakban. Ez fogja szolgálni majd az Y-híd építkezését is a lakosság szempontjából, hiszen erre tudnak majd kerülni, amikor a hídra nem tudnak fölmenni. Állítólag ez a szakasz volt a legrosszabb, ezért kap most egy új burkolatot. A munka várhatóan július közepéig tart majd. Az aszfaltozás idejére az érintett szakaszon félpályás útlezárásra kell számítani. A menetrend szerinti buszjáratok változatlan útvonalon közlekednek majd, de kisebb fennakadásokra és késésekre számítani kell.